galiba. Çıktı. Most már nem fogok Q betűzni, mert azzal csak tovább pusolom a évet. Maximum formulásra használom. De szerintem eleget trédeltem vele. Oda nem megyek be azokért a minionokért, mert ha itt van a jar van, akkor biztos, hogy meghalok. A farm az így is kiegyenlítette elne. Ha Fidelit járna a környéken, akkor bátrabb lennék. Nagyjából sikerült leformálni, amit kellett. Tireli az... Hol szerzett ki jött? Boton szerzett ki jött? Azért nagyon érdekes, mert nem TP-zett. Belőtt ide egy ultit? Igen, belőtt egy ultit. Az érdekes. Gondolkodtam azon, hogy mi szakíthatta meg a bekkerésemet. Hát így érthetem. Tudok futni időben, akkor jó ott van. Viszont szerintem ez így azért egy dupla killér megérte, és a bot lane innentől nyerni fog. Mert itt megfagyasztják a lane-t. Azt nem mondom, hogy nyerni fog, mert két kia van a Lucian-nek, de sokkal jobb esélyeik lesznek. Ami probléma, hogy toppon egy kicsit hátrányba leszek. Két kill azért nem rossz. Irelia-nak is van egy, úgyhogy... Jól van, kiszedtem belőle az ultiát, és elég kevés HP van ahhoz, hogy backelnie kelljen. De nem backel. Akkor ez azt jelenti, hogy lehet, hogy túlálkodik valaki. Vagy csak kockáztat. Jól láttam, belém ugrott, úgyhogy... Azt hittem már soha nem jön.
Ezt nyugodtan megtette volna rögtön, ahogy ideért. Azt vártam, hogy ultizik, és akkor be tudok elbetűzni. És ultit se kellett volna használnom, de mindegy. Jó az így is. Magyályos fiddlesticks, akkor örülök, hogy neki adtam a kiat. Hát adtam igazából, megpróbáltam elvinni, de így jó lett, hogy neki ment, hogyha magyálja van. Ez a pink ward itt most nagyon hasznos. Irelia az folyamatosan... folyamatosan azzal kell szembesülni, hogy a fiddle bármikor itt lent. Agresszívan játszik, ahhoz képest, hogy nincs egy vardja se. Fiddle nem akarja megölni véletlenül. Azért már tájékoztatni a csapatot TP-ra. Még megint itt maradt? Ez nagyon... nagyon agresszívan játszik, most megint dive-olható. Igazából menekülési lehetősége nem volt sok neki. Azért útiztam arra, hogy nagy kipresseljön hátrafele, mert talán az a legesélyesebb, hogy úgy menekül meg. Azért használom a Q betűmet, hogy a Shint blokkoljon, és gyorsabban szedjem a tornyot. Megvan a Trinity Force. Ez nem volt tőle. Zednek túl kevés HP-ja volt, hogy jöjjön. De egy kill legalább meg lett. Egy... Mercury-t ezután egy Frozen Heart-ra fogok menni. Akkor már lesz elég tankosságom, hogy bevállalhassak ilyeneket. 3 AD-juk van és egy 2 AP. Tehát elég jó az eloszlása náluk a sebzéseknek. Irelia is TP-zett, úgyhogy a TP-nk egyszerre lesz. Azt a Kennent elhozhattam volna.
Ez a wave megint felénk fog majd pusholni. Hogyha egy miniont meghagyok, azt itt meg fog állni az ellenfél wave-je, és körülbelül itt fognak összecsapni. Ami teljesen jó. Nem látunk sehol senkit. Az érdekes. Valaki oda bartolt. Szerintem ezt a mitet dive-olhatjuk még így is. Jó, mégse. Oriannát jól lesegeztem legalább. Köszönöm. Ez egy kicsit overextend volt tőlem. Janna szépen megmentett. Nem is vettem észre mondjuk, hogy a Fiddle az kivált a csapatból. Azért egy Fiddle-re nem fognak ráugrani. Könnyedén. Ezt a toppot ezzel kell valamit csinálni, mert most nagyon rosszul pussol. Még egyet viszont nem pusholok. Vagy pusholok egyet még. Meglátjuk mi lesz. Ha itt egy irédia csak el tudok futni. Most tudok venni egy Mercuryt, egy Claw Farmot. Irédia ultizott. Igen, Claw Farmer lesz belőle. És még egy ward. Kicsit sok wardot veszek, de nagyon early volt a Trinity Force-om. Tehát kb. 16. percnél szokták elérni a Trinity Force-t, hogyha nem... vagy csak farmol valaki. Viszont kaptam killeket, tornyokat szedtem, úgyhogy nagyon hamar megvolt. Így belefér, hogy veszek pár wardot. De amúgy a Trinity Force-t kell kifarmolni minél gyorsabban. Jól emlékszem, valami ilyesmi volt, mert régen volt. Kicsit nem volt a legszerencsésebb a Z-től, hogy így belőjük ugrott. Most igazából minden nyomásunkat elvesztettük. Mindet azt nem tudom már, hogy mire. De van TP. Yeah.
Ajajaj. Hát itt nem tudunk semmit csinálni. Inkább megyek és lefarmolom toppot. Szerintem meg igenis teamfightolhatunk vele. Fidel az nagyon erős teamfighter. És nálunk van a Janna is, ami teljesen counterel egy csomó mindent, ami nálunk van. Oriannát kell elkapni. Van Drake timerünk? Nem figyeltem. Van, jó van. Körülbelül 130 másodperc story flash-je. Ezt onnan tudom, hogy egyszerre ghostoltam. Már kicsivel előbb ghostoltam, mint ő. Azért írtam körülbelit. Körülbelült. Jarvan jön felfele. Gyanítom, hogy megpróbálnak megfogni engem. De most... Ezt nem is vettem észre, hogy az Irelia meg a Jarvan full HP-val itt voltak, nem tudom mit csináltak ott. De így itt hagyták az Oriannát. Rossz fele volt a menekülés. Az viszont jó. Szép. Ez greedy. 200 HP-val. Ezt a bottonyot még mindig nem vettük le. Nagyon erős AD carrying van, level 13-as, akkora mint én, top lanerként. Ő a legnagyobb leveles a játékban. Hát ezt jobb híján elviszem én szerintem. Fidelnek semmiképp nem kell. És mivel nem volt senki más a környéken, azért jó lesz nekem is. AD carry-t általában megéri megvárni, de nem ilyenkor, amikor az ellenfél itt kúszál a közelben. Sőt, most nekem itt vigyáznom kell toppon, de van ultim, úgyhogy meg tudok menekülni. Ezt a tornyot jól lenne megvédeni. Nincs vision. Na ezért kell vardokat venni, mert nincs visionünk egyszerűen. Ezt meg fel kell adnunk, van azért speed push-a. Most indul el mitre? Hát... nem hiszem, hogy ez működik. Ah, ez nem működik. Inkább csak spitteljen tovább boton, az jó lesz. Most viszont problémák vannak.
Facecheckelni kell a bokrokat. Jó lesz ez, jó lesz ez. Nagyon mégsem. Úristen, miket itt az Orion. Graves-t is megölíteni, ugye? No. Buktuk a Nashor, de megnyertük a fightot, és leszettük róluk a Nashor buffot. Annyira nem rossz ez így. Kis magic resist nem árt. Ennyi elég is lesz egyébként belőle, megyek valami extra életre. Hát Warmox felé kocsingatok, de lehet, hogy random is lesz belőle, mindjárt megnézzük. Jobban járok Randuin's formélel. Igazából szinte full AD-s edzésük van. Ezt szerintem oda lehetett volna adni a Gravesnek. Ez nagyon nem lesz jó. Abba sem vagyok biztos, hogy ezt meg tudjuk védeni. Valószínűleg nem tudjuk. Inkább megyek és clear-elem mindet. Vagy... Hogyha jönnek a miniok, akkor kell feladni. Na, ott van Orianna mitem. Na, a hősöm. Uha, most kell futni az Orianna. Hát ez nagyon rossz ulti. Oda tudnék tépézni, de felesleges. Megpróbálom leszedni mit tornyot. Most már kezdek eléggé tankosodni. Jön egy Giant Spell-t. Amíg a Lucianek nincs a Last Whisper-je, addig nincs gond. Ha megjön neki a Last Whisper, akkor már megint könnyedén meg fog ölni. Egészen addig, amíg formélem nem lesz. Épp ezért kell Randuin formélt vennem. Teljes mértékben kiszedjem a Lucianet, mert ő a legerősebbjük. Ez csúnya volt. Nem tudom, miért akar az Ed 14-esen egy 16-os Lucian ellen QSS-sel hegyvérgyezni. És megint abban a szituációban vagyunk, hogy saját jungle-ünkbe félnünk kell.
Valószínűleg itt várakoznak valahol. Csak csinálják a jungle-t. Graves az nagyon erős. Graves meg tudjuk védeni, ő lekeríti a teamfightokat. Hát ezt a Jarvan Irelia frontline-t ezt egy másodperc alatt eltünteti. Irelia-nak csak egy randuinja van. Egyetlen probléma az ezzel, hogy kevés a levelje. Orianna-t nagyon nehéz megölni, van zonyája meg Seraphia is. Nem lesz ez így jó. Itt is van egy vargyuk, úgyhogy biztos, hogy látnak engem. De talán pont ezzel tök rájuk fenyegetést kitolni. Az jó, az jó. Ez egy nagyon jó teamfight volt, Fiddle lekerrizte. Igaz, menjünk na sorra. Zed az maradhatna boton. Vagy leszólozhatja Dragont, az is teljesen jó. Az Orianna egyébként nagyon lassú volt. 8 és 9 stack, az nagyon jó. Mert nekem is be kellett volna investálnom valami stacking itemre. Egy varmagzot veszek, hogyha már csak arra van pénzem. Egyébként randóit vennék, de... úgy érzem, hogyha most veszek valami erősítő itemet, az jó lesz. És utána lehet venni Fallmail-t. És esetleg egy Guardian Angel-t, vagy valami kis extra damage-et még. Black Thievert, Yumut. Együtt kéne mennünk, az biztos. Azt a Morgana-t gyorsan meg kéne lenni. Csak maradjunk a Jarvan-ba. Graves damage. Hydra. Nem kapok killeket, de hát ez igazából el is várható, mert nincsen elég sebzésem. Full tankra megyek.
Most ez a legjobb Pekarimmal, mert van egy erős fidelünk, erős zedünk. Hát én mennék még. Van kettő halottuk. Maradjunk annyiba, hogy még lehetett volna menni. De akkor elviszem botot. Ez szép játék volt, jó csapatom volt eléggé. Ez csapatmunka volt, ez a győzelem. Na jól van, köszönöm szépen, hogy néztetek, ennyi volt a stream mára. Most már mennem kell. Úgyhogy, sziasztok! Thanks for watching, I'm done with streaming today. See you tomorrow.